Köszönöm Önöket, ez az Esti Mérleg. Múlt hét pénteken kettőfehérvári egyetemen is nyílt napot tartottak, nagy érdeklődés mellett. Utána jártunk, hogy milyen érvek szólnak a fehérvári felsőoktatás mellett, hányan tanulnak a hallgatók közül jelenleg most Fehérváron, és a tervek szerint a következő években hányan lesznek majd az egyetemisták. Tartsanak velünk! Leendő hallgatók érkeznek a Corvinus Egyetem székesfehérvári kampuszára. Az intézmény a felsőoktatási jelentkezési határidő előtt egy hónappal tartotta nyílt napját, melyre minden eddiginél több érdeklődő volt kíváncsi idén. Több mint 200-an regisztráltak, és azt várjuk, hogy akár még ennél is többen fognak megjelenni, úgyhogy több előadótermet kellett megnyitnunk, és párhuzamosan fognak futni a tájékoztatók. Ugye kora délutánig tartanak majd ezek a programok, workshopok, mindenféle. Mivel várják, mivel próbálják megfogni a leendő hallgatókat? A köszönték után mindegyik szakunkról egy részletes bemutatót kapnak a hallgatóink, és egy workshopok keretében beszélgethetnek a szakfelelősökkel, feltehetik nekik a kérdéseiket, aztán bemutatkoznak a diákszervezetek, a partnervállalataink saját standokkal települtek ki, a duális képzésről tudnak beszélni, és utána pedig játékokkal is várjuk az érdeklődőket, és be is mutatjuk nekik a új épületet, illetve a kollégiumot. Hogyha már a szaktájékoztatóknál tartunk, akkor itt Székesfehérváron kifejezetten milyen szakokat indít majd a következő tanévben az egyetem? 5 szakot indítunk, ezek közül 3 alapképzésben, a gazdálkodás és menedzsment, ez a legnépszerűbb szakunk, de mellett a pénzügyi és számvitel, illetve a turizmus vendéglátás is indul, mindhárom duális formában is, és mesterszakon pedig a sportközgazdászt, valamint a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakot indítjuk majd levelező képzésben. Szeretnénk biztosítani itt is, mint az egész országban, a Corvinus ösztöndíj lehetőségét, hogy térítésmentesen tudják tanulni ezeket a szakokat a jelentkezők, hogyha elérik a megfelelő pontszámon. Közben nézők láthatják, hogy a késve érkezők is érkeznek a nyílt napra. A duális képzés maga az már többször itt a beszélgetés során szóba került. Kicsit konkretizáljuk ezt, hogy miről szól ez a duális képzés, mi a lényege, és miért jelenthet előnyt, hogyha valaki ilyen képzésben teljesíti az egyetemi éveket. A székesfehérvári kampuszunk a duális fellegvára a Corvinus Egyetemnek. Itt van a legtöbb duális partnerünk, itt van a legtöbb duális hallgatónk. Ugye ez azt jelenti, hogy a diákok félig az egyetemen tanulnak elméleti ismereteket, és a cégeknél, a vállalati partnereknél pedig gyakorlati tudást szerezhetnek a 3,5 év alatt, és ezzel úgy véljük, hogy sokkal piacképesebb tudást nyernek a képzés során, jobban el tudnak helyezkedni, jobb karrier lehetőségeket tudunk nekik biztosítani. Ha arányaiban nézzük ezt a képzési formát, akkor körülbelül hogy áll össze mondjuk egy fél év során? Tehát mennyi ebből az elméleti oktatás itt az egyetem falain belül, és mennyi az, amit gyakorlatban végeznek a hallgatók különböző gyakorlati helyeken? 3 nap a héten az, ami inkább az elméleti, az egyetemi kampuszon folytatott képzés, és 2 nap az, ami a cégeknél, a vállalati partnereknél folyik. Tehát nagyjából egy ilyen 60-40%-os ez az arány, amit eltöltenek a 2 helyen. Ugye, hogyha már a képzésnél járunk, az egyetemnek van egy speciális kidolgozott ösztöndíjprogramja, aminek keretében tanulhatnak a hallgatók, mindenképpen erről is ejtsünk akkor egy pár szót. Ugye ez a Corvinus ösztöndíjprogram, az a állami ösztöndíj kiváltására lett létre, és azt gondoljuk, hogy ezzel tehetséges diákoknak nyújtunk lehetőséget, hogy ők is minél nagyobb számban tudjanak részt venni az oktatásban, a képzésekben, és hasonló feltételekkel, mint korábban az állami ösztöndíj, nyújtjuk ezt a Corvinus ösztöndíj lehetőséget. Ugye ez azt jelenti, hogy a fenntartó alapítvány átvállalja az önköltséget a diákok helyett. Minden szakról részletes tájékoztatót kaptak az érdeklődők. Az egyetem a következő tanévben 3 alap és 2 mesterképzési szakot indít majd Székesfehérváron. Gazdálkodás és menedzsment, turizmus vendéglátás, pénzügyi és számvitel szakok indulnak alapképzésben, a sportközgazdász és környezeti gazdaságtan mesterszakokat pedig levelező formában indítják majd el szeptembertől. A nappali képzések esetében a diákoknak lehetőségük van duális formában diplomát szerezni, vagyis már az egyetemi évek alatt dolgozhatnak szakmájukban, piacképes tudást szerezve. A Corvinus Budapesti Komisszájátem már 2016 óta van Székesfehérváron. Az elmúlt 4 évben pedig folyamatosan növelni tudta az egyetem a hallgatói létszámot. A duális képzés adta előnyök mellett sokan
praktikus szempontokat figyelembe véve választják a fehérvári kampuszt. Nem kell felutazni Pestre, és itt lenne helyben, tehát nem kéne kollégiumba járnom. A másik, hogy vannak olyan hasonló képzések, amik engem érdekelnek, például a gazdálkodás menedzsment és a pénzügyi és számviteli szak. Eddig is Fehérvárra jártam iskolába, és ezentúl is szerettem volna közelbe maradni. Ne kelljen felmenni Pestre, oda költözni, és haza tudjak járni gyakrabban. Ez a három év ugyan sok mindenre kevés, de sok mindenre elég. Ez pedig már a Kodolányi János Egyetem nyílt napja, ahol Mics Gergő tart tájékoztatót az előadó művészet szakiránt érdeklődőknek. Itt is pénteken várták a leendő hallgatókat. Az egyetem rektor helyettese azt mondja, kezd ismét növekedni a létszám a kodolányi fehérvári képzésein. Több képzés közül is választhatnak a most érettségizők. Szeretnénk bemutatni a teljes fehérvári képzési palettánkat. Ugye mi Fehérváron 92 óta vagyunk jelen, és a hallgatóknak azt is elmondtam az előbbi tájékoztatón, hogy melyek a jellegzetessége, melyek a különlegességei a Kodolányinak. Tehát gyakorlatorientált és piacorientált képzésről beszélünk 92 óta. Itt Székesfehérváron a következő tanévben milyen szakokat terveznek majd indítani? A három gazdaságtudományi szakunkat, tehát gazdálkodási és menedzsment, turizmus vendéglátás, emberi erőforrások, amit tulajdonképpen a HR-es szak, ezek rokon szakok, ezek indulnak. A fehérvári helyszínenünkön indul az előadó művész képzés, jazz, a specialitásunk, illetve szociális munka szakunk van Fehérváron még, és a közösségszervező, az meg társadalomtudományi és bölcsészettudományi irányultságú szak. Ha az elmúlt éveket nézzük, akkor mi az, ami jellemzőbb, hogy melyek a legnépszerűbb szakok, és akkor maradjunk azoknál, amik itt Fehérváron is vannak. A három gazdaságtudományi szak iránt a legnagyobb az érdeklődés, ez évek óta trend, ez az egész magyar felsőoktatásban így van. A közösségszervezés van igazából még feljövőben. Ugye ez a kulturális szakemberek iránti igény az szintén nő Magyarországon, és ezt mi is érzékeljük. Jelenleg egyébként 1800 hallgató tanul Székesfehérváron a három egyetem valamelyikén. Számuk pedig évről évre nő. A tavalyi évben a jelentkezések száma 10%-kal, a városba felvett hallgatóké pedig 5%-kal nőtt. A cél pedig az, hogy tovább növelje Fehérvár a hallgatói létszámot. Azt gondolom, hogy abszolút biztos jövőt tudunk Székesfehérváron tovább tanuló fiatalok számára biztosítani, hiszen amellett, hogy az ország legjobb gazdálkodástudományi egyetemén tanulhatnak egy tényleg 21. századi infrastruktúrában, környezetben, amellett pedig a duális képzés révén egy nagyon gyakorlatorientált tudást is kaphatnak a fiatalok, ami aztán persze óriási előnyt jelent majd a munkaerőpiacon, és hát természetesen a városipara pedig nagyon-nagyon várja a magas szintű diplomával rendelkező fiatalokat, hiszen nagyon sok vállalatnak nagyon komoly pénzügyi, gazdasági részlegei is vannak, úgyhogy érdemes Corvinusra járni, és a magas szintű tudás mellett pedig természetesen fontos, hogy egy komoly hallgatói élet is alakult az egyetemen belül is, illetve nyilván a város számára fontos, hogy a három egyetem hallgatói között is folyamatosan bővüljenek ezek a kapcsolatok, és minél több olyan program legyen, amitől itt tanuló fiatalok is úgy érzik, hogy valóban jó Székesfehérváron egyetemistának lenni. Akár a későbbi elhelyezkedést tekintve, miért lett nyerőbb Fehérvár, mint mondjuk Budapest, és akkor nézhetjük ugyanígy a Corvinus Egyetemet. A Corvinus Egyetem Székesfehérvár kampuszának óriási előny, hogy alapszakon csak itt van duális képzés, ez Budapesten nem elérhető, így azokon az alapszakokon, mint a gazdálkodás és menedzsment, pénzügy számvitel, illetve turizmus vendéglátás szakokon több mint 50 vállalati partner közül választhatnak a fiatalok, és az óriási előnyt jelent majd a munkaerőpiacon. Ráadásul, hogyha a 3,5 éves képzés során a duális partnerrel kiváló a viszony, akkor gyakorlatilag egyből diploma után megvan a biztos munkahely, de azoknak sem kell elkeseredni, akik esetleg duális képzésben nem lehetnek, hiszen a cégek egyéb más gyakorlati képzéseket is biztosítanak a fiataloknak a gyakorlat tekintetében, és hát nagyon sok lehetőség van
a fiataloknak a diploma megszerzése után. Örülünk, hogy már ez a kapcsolat odáig jutott, hogy az első évfolyam mesterképzésen már a tavaly évben diplomázott, az idei tanévben pedig már az első alapképzéses évfolyam is készhez kapja a diplomáját. Bízunk benne, hogy ez egy folyamatosan bővülő létszám mellett tovább tud fejlődni majd ez a kampusz. Fehérváron van-e ilyen felmérés vagy kimutatása a városnak arról, hogy a jelenleg felsőoktatásban tanulók azok hogy állnak össze, tehát hogy mennyi az, ami a városból marad itt a környékről? Nagyjából úgy látjuk, hogy a kb. 30% a székesfehérvári fiatal, további 20-30% a város környékéről, a megyéről, vagy éppen környező megyék, Veszprém, Tolna. Sokan jönnek le Budapestről, ami pozitív és némileg meg is lepő, de talán ők is pedig abból a közegből szeretnének kiszakadni. A többi pedig 20-30% az ország minden pontjáról érkezik, úgyhogy nagyon vegyes a kép, de azt gondolom, hogy sokak számára mondjuk egy távoli pontnak az országból talán a jövőkép az, ami biztosíték lehet számukra, de ez is volt a célunk egyébként, hogy a fehérvári fiataloknak tudjunk itt helyben biztosítani magas szintű képzés, és örülök neki, hogy nagyon-nagyon sok fiatal él ezzel a lehetőséggel. Olyan adatokra tudunk-e beszélni, hogy jelenleg hányan tanulnak Fehérváron a felsőoktatásban, és mondjuk a távolabbi jövőben mi az a célkitűzés, amivel már mondjuk egy egyetemi, valódi egyetemi városról beszélhetnénk? Több mint 1800 hallgatója van a három egyetemnek Székesfehérváron, nappali és a levelező képzés is benne van, ez egy folyamatosan fejlődő szám. Tavaly évben is a jelentkezések majdnem 10%-kal felvett hallgatók pedig 5%-kal növekedtek, ami azt gondolom, hogy ebben a környezetben, ahol azt tapasztaljuk, hogy a vidéken lévő hallgatói létszám az csökken, ez egy óriási eredmény. Úgyhogy köszönöm szépen mind a három partnerünknek, hogy ebben folyamatosan tudunk fejlődni. Természetesen ez a vállalati partnerek is, és mindenki, aki ebben a rendszerben dolgozik és benne van, abszolút hozzájárul. Én azt gondolom, hogy mi sose leszünk olyan nagy egyetemi város, mint mondjuk Debrecen, vagy Pécs, vagy Szeged, ahol 30-40 ezer fiatal is tanul. Én azt gondolom, hogy a középtávon 3 ezer, hosszú távon pedig egy 5-6 ezer főre fel tudunk menni, az egy komoly cél lehet, és azt gondolom, hogy el is kell érnünk, és az pedig már a város hangulatán, egyéb infrastruktúrális fejlesztéseken meg fog látszani. Az önkormányzat adatai alapján egyébként az itt tanuló hallgatók nagyjából egyharmada fehérvári, egyharmada pedig a környező településekről és megyékből, vagy épp Budapestről érkezik ide tanulni. 30%-a a fiataloknak pedig az ország távolabbi részeiről költözik Fehérvárra, hogy itt folytassa tanulmányait. Ennyi volt már az esti mérleg, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!